Átalakuló közigazgatás. Átlagosan 14,5 percre rövidült az ügyintézési idő a kormányablakokban. 2016-tól bevezetik az úgynevezett digitális aláírást is. Új ellátási forma. Több mint 100 fogyatékkal élő fiatal kerül otthonosabb környezetbe, saját lakóegységekbe, a Mérki ápoló-gondozó otthonból. Minden szentek és halottak napja, több mint 100 000 embert várnak a nyíregyházi temetőkbe, reggel 7-től este 8 óráig látogathatók majd a sírkertek. Átlagosan 14,5 percre rövidült az ügyintézési idő a kormányablakokban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A közigazgatás átalakításáról Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszélt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén. A miniszter elmondta, a kormány célja, hogy a jövőben a lakosok minél több ügyet otthonról is el tudjanak intézni, ezért 2016-tól bevezetik az úgynevezett digitális aláírást. Átláthatóbb közigazgatás, egyszerűbb ügyintézés érhető el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hiszen egyre több kormányablak működik az ország legkeletibb megyéjében is, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén a nemzeti fejlesztési miniszter. Sesták Miklós kiemelte, év végére összesen 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket a szabolcs-szatmár-beregi állampolgárok. A kormányablakokban 14,5 perc alatt elintézik az ügyeket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés. A másik, amiről beszélnünk kell, ebbe viszont, mint miniszter is érintett vagyok, ez a digitális Magyarország és a digitális fejlesztésének a kérdése. Azt gondolom, hogy ha valaki bemegy ilyen kormányablakba, az pontosan azt látja, hogy 21. század technikáját látja. Tehát a kormány eltökélt abban, hogy igenis nem csak egy ablakos rendszer legyen, hanem lehetőleg minél több ügyintézést otthonról, internet segítségével is el lehessen végezni. Ennek a legfontosabb eleme ugye ez a digitális aláírás lesz, ami reményénk szerint 2016-ra végleges formáját tudja ölteni és elkészülhet. Ez alapjaiban fogja megváltoztatni majd ezeket a hatósági eljárásoknak, otthon intézésének a lehetőségét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén Kozma Péter kormány megbízott arra emlékeztetett, a megyei kormányhivatal 2015. április 1-e előtti 15 szakigazgatási szervéből a külső integrációt is figyelembe véve 8 főosztály lett, a 7 törzshivatali főosztályból pedig 3 főosztályt alakítottak ki, így áprilistól a kormányhivatal szervezeti egységeinek száma 22-ről 11-re csökkent. A kormány megbízott arról is szólt, a kormányhivatalnál jelenleg 1925-en dolgoznak, egy vezetőre az eddigi 9 helyett most már 16 ügyintéző jut, hiszen a vezetők száma csökkent, a közel 190 helyett most már kevesebb, mint 130 vezető van a megyei államigazgatásban. Több mint 100 fogyatékkal élő fiatal kerül otthonosabb környezetbe, saját lakóegységekbe a Mérki ápoló-gondozó otthonból. A férőhely kiváltási program 1 milliárd forintból valósult meg, teljes mértékben uniós támogatásból. Az új ellátási forma legfontosabb célja, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal élhessék mindennapjaikat. A beruházás 3 települést érint. Ezzel Mérken, Ökörító, Fülpösön és Fábián házán összesen 10 épületben 102 fő elhelyezése vált lehetővé. A Mérki intézmény férőhely kiváltási projektjének lényege, hogy az intézményben élő fogyatékossággal rendelkező személyek kisebb lakóegységekbe, otthonosabb környezetbe és a szükségletekhez igazodó ellátási formába kerülnek ki. A támogatott lakhatás egy új szolgáltatási elem, melynek lényege, hogy a lakhatás biztosítása mellett az ott szolgálatban szolgáltatást igénybe vevők részére a különböző szolgáltatási csomagokat nem intézményi kereteken belül, hanem a szociális alapellátás bizonyos szolgáltatási elemein keresztül kapja meg. A programba kerülés feltétele egy előzetes komplex szükségletfelmérés, amely alapján a Mérki intézmény dolgozói meghatározzák, hogy kik kerülhetnek a kisebb lakóegységekbe. A sajtótájékoztatón elhangzott, a 10 épületből 8 zöldmezős beruházás keretében épült, 2 pedig felújítottak. A támogatást 100%-os uniós támogatással 1 milliárd forintból valósult meg, összesen 102 fő fogyatékos személy
fog kitagolásra kerülni ezekbe az épületekbe. 12 fős lakó otthonokba és 25 fős lakócentrumba. Az épületek mellé kiszolgáló helyiségként egy foglalkoztató, illetve egy szolgáltató központ is felépült. A projekt részeként a lakók és a dolgozók új működési formára való felkészítése is lezárult. Az új ellátási rendszer legfontosabb eleme, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal és a legkisebb támogatással élhetik mindennapjaikat. Több mint 100 000 embert várnak a nyíregyházi temetőkbe Mindenszentek és Halottak napja alkalmából. A temetők hosszított nyitvatartással várják az emlékezőket. Reggel 7-től este 8 óráig látogathatók majd a sírkertek. A nagy forgalom miatt fokozott járőrözésre és forgalomkorlátozásra is számítani kell. November 1-e és 2-a, azaz Mindenszentek és Halottak napja az elhunytakra emlékezés ünnepe, ilyenkor szokás a sírok megtisztítása, virággal díszítése, ám sokan már az ünnepek előtt pár nappal rendbe rakják hozzátartozójuk sírját. Az ünnepek előtt szoktunk, de ugyanakkor ünnepek napján is eljövünk, de akkor már csak pár szál virággal, gyertyával megemlékezünk a szeretteinkről. Hagyományosan Szabolcs-Szatmár Bereg megye valamennyi sírkertjében, így a nyíregyházi temetőkben is hosszabb nyitvatartásra számíthatnak azok, akik meg akarják látogatni szeretteik sírjait. Fokozott nyitvatartással fogunk a hozzátartozók rendelkezésére állni. Reggel 7 órától este 8 óráig lesz nyitva a temető. A gondnokság és a szolgáltató iroda is hasonló módon üzemelni fog ezeken a napokon. A forgalomkorlátozást nem tervezünk, csupán a vasárnapi napra. Ez azt jelenti, hogy reggel 10 óráig bejöhet még az autó a látogatóval a temetőbe, de 11 óráig minden autót ki kell vinni a temetőből, és utána már nem lehetséges a gépjárművel való közlekedés a temető területén vasárnap. A nyíregyházi temetőkben közel 80 000 sír található, ezért több mint 100 000 embert várnak az ünnepek alatt a sírkertekbe. A nagyobb forgalom miatt a közterületfelügyelők, a polgárőrök és a rendőrök, valamint a rendőrségnél közösségi szolgálatot teljesítő diákok is járőrözni fognak a következő napokban. A nagy tömegek nyilván vonzhatják a bűnelkövetőket, akár alkalmi bűnözőkről vagy bűnelkövetőkről beszélünk. Tehát fontos, hogy figyeljünk arra, hogy értékeink megfelelő helyen legyenek, nagy tömegben, általában egy zárható belső zseb vagy egy fogott, magunkhoz szorított táska az biztonságosnak tekinthető. Tömegközlekedési eszközökön fontos figyelni táskára, értékre, hogyha a pénztárcában ott van a bankkártya, nem szabad mellé felírni a PIN kódot. A temetőben pedig, aki hozzátartozók sírját gondozza, akkor is figyeljen az értékeire. Az előző évekhez képest idén jóval kevesebb a virágárus, és a virág is az ünnepek előtt. Az idén kevés a virág a szárazság miatt, nem sok árus van, most is látszik itt a területen. Elvitte az aszály, a meleg, azért egy kicsit drágábbak a szálas virágok. Ezt felismerve a legtöbb emlékező igyekszik tudatosan kiválasztani azt a helyet, ahonnan virágot vásárol. Én Domrádról jöttem, ott 250 forint egy krizantin, de viszont itt azt hallottam, hogy 400 forint. De már akkor az szép nagy. Attól függ mindig, hogy milyen nagy a virág. A megyei temetkezési vállalat igazgatója arra is felhívja az emlékezők figyelmét, hogy biztonságosan például száraz falevelek mellé ne helyezzék el a gyertyákat és a mécseseket, hiszen tavaly is volt kisebb tűzeset a nyíregyházi északi temetőben. A következő napokban pedig a nyíregyházi temető Korányi úti ravatalozójában kegyeleti termékek kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. Jelenleg mintegy 700 000 regisztrált cukorbeteg él Magyarországon, ez a lakosság 7%-a. Erre hívták fel a figyelmet az Idősek Akadémiájának második előadásán Nyíregyházán. A tapasztalatok szerint a betegek száma fokozatosan nő. 2030-ra összesen akár 400 millióan lehetnek majd érintettek a világon. A cukorbetegség kialakulásában szerepet játszik a genetika is, de inkább a környezeti faktor, ami elősegíti. Ilyen lehet a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és az ebből adódó elhízás. A betegség felismeréséhez fontos szűrővizsgálatra menni, vagy akár otthon évente legalább egyszer a vércukorszintet megmérni. Azoknál, akiknél a családban előfordul a cukorbetegség, betöltötte a 45 évet, vagy túlsúlyos, a mérés évente többször is ajánlott.
Az egyes típusú az főleg a fiatalabb korosztályt érinti, persze merev határok nincsenek, ez egy abszolút inzulin hiányos állapot, tehát itt az inzulin adása, a szusztitúciója fontos, és inzulinnal gyógyítható. Sokkal 90%-a a cukorbetegeknek a kettes típusba sorolható, sajnos a civilizációval, az urbanizációval egyre fiatalabb korosztályt érint. Korábban ezt a idősebb korosztályra tették, de egyre fiatalabb elhízunk, nem megfelelő életmódterápiával, keveset mozgunk, táplálkozásunk nem megfelelő, mint említettem, tehát fiatalkorban is előfordul a kettes típusú cukorbetegség. Az inzulin kezelést már 1922 óta alkalmazzák, a betegség kezelése egyénfüggő, ennek hiánya azonban további problémákhoz vezethet. A kettes típusú cukorbetegek magas vérnyomásban szenvednek, diszlipidémiájuk van, tehát magas a koleszterin szintjük, magas a trigliszerid szintjük, a húgysav szintjük magasabb, tehát ezek úgymond kísérő betegségek, elhízottak, tehát nyilván a mozgásszervi panaszok is előtérbe kerülhetnek, és hát a szív- és érrendszeri megbetegedés is a kettes típusú cukorbetegben frekventáltabban fordul elő, pláne ha egy rendezetlen anyagcseréjű egyénről van szó. Egészséges táplálkozással, valamint rendszeres mozgással a cukorbetegség is megelőzhető lenne. Szakemberek szerint kerülni kell a cukros, illetve alkoholos italokat, a fehérlisztből készült pékárukat, valamint tanácsos magas kakaótartalmú csokoládék és üdítő italok helyett vizet fogyasztani. Megalakult az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség nyíregyházi szervezete, ami első lépéseként a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteinek képviselőit hívná össze egy kerekasztal beszélgetésre. A szervezetnek országszerte 1000 aktivistája van, jelenleg a keleti országrészben próbálják megszólítani a fiatalokat, hangzott el a szervezet nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Nagyon fontos számunkra, hogy Nyíregyházán is ez a szövetség ez épüljön, valamint működjön is. Nagyon fontos számunkra, tehát most a közeljövőről szeretnék beszélni, hogy egy kerekasztal beszélgetést összehívjunk a jelenlegi politikai parlamenti pártok ifjúsági szervezet képviselőinek, akik jelenleg működnek. Számukra szeretnénk összehívni egy kerekasztal beszélgetést. András is mondta, ugye, hogy a témájáról későbbiekben fogjuk tájékoztatni őket, valamint külön meghívót fogunk erre az alkalomra küldeni. Két személyautó ütközött tegnap este Nyíregyházán a Debreceni úton. Egy Újfehértó felé közlekedő autós úgy kanyarodott balra, hogy nem adta meg az elsőbséget a vele szemben érkező személygépkocsinak. Az ütközés elejétől a kanyarodó autó egy útmenti kerítésnek csapódott 20 méterre a baleset helyszínétől állt meg. A mentők két sérültet szállítottak kórházba, a műszaki mentéshez a nyíregyházi tűzoltók vonultak. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a baleset helyét lezárták, a forgalmat rendőrök irányították. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Ideje lecserélni az autókon a gumiabroncsokat, hogy miért, arról hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Szombaton idegenben lép pályára a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 6. fordulójában Szegeden vendég szerepel. A hazaiak egy, míg a vendégek két meccset nyertek eddig a szezonban. A labdarúgó ND2 12. fordulójában hazai környezetben lép pályára a Kisvárda Masztergúd. A tabella 6. helyén álló várdaiak a 9. Balmazújvárost fogadják. A mérkőzés szombaton 13 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti pályán. Amikor az átlag hőmérséklet 7 fok alá csökken, akkor a téli gumiabroncs már száraz körülmények között is jobb tapadást biztosít, mint a nyári. A következő hetek időjárását szem előtt tartva érdemes már most időpontot egyeztetni és lecserélni az autók nyári gumiabroncsait.
Fontos, hogy a fagyos, havas szezon beállta előtt cseréljük le a nyári köpenyeket a téliekre. A téli abroncsok anyagösszetétele és mintázata is jelentősen eltér a nyáriakétól, ezért a szakértők véleménye szerint egy gyengébb minőségű téli gumi is jobb választás, mint a nyári abroncsok használata a hideg hónapokban. A téli gumi mínuszban sem válik rideggé, megőrzi rugalmasságát, míg a futófelületen kialakított mélyebb mintázat a havon és jégen jobb kapaszkodást, ezáltal rövidebb fékutat és precízebb irányíthatóságot biztosít. Nagyon fontos azt tudni, hogy a teljesítmények az autóknál nagyon megnőttek. Ezért mindenféleképpen igyekszünk minőségi abroncsot, de nem minden esetben prémi abroncsot kínálni a partnereknek. Igyekszünk felhívni a figyelmét, mert ugye másodkörön mindenki használt abroncsot próbál keresni. Igyekszünk felhívni a figyelmüket arra, hogy 5 mm alatt az abroncs, az már nem téli abroncs. Mi javasoljuk, hogy esetleg fussa le nyáron ezt az abroncsot, amely kicsit felkeményedett már. Az 5 mm-es abroncsoknál felesleges pénzkidobás, mert egy telet sem tudja használni tulajdonképpen az abroncsot. Ignéci Ferenc elmondta, a használt és az új abroncsok vásárlásakor is kiemelten figyelni kell a megfelelő abroncs méret mellett a csatornamélység méretére, a mintázat állapotára és az autóhoz megfelelő futásteljesítmény szem előtt tartására. Hozzátette, érdemes az időjárás előrejelzéseket figyelemmel követni és a tartósan lehűlő 7 fok alatti hetekre már lecserélni a nyári abroncsokat. Azt a tömeget szeretném elkerülni, amikor ugye leesik az első hó, akkor az emberek tömegével indulnak gumit cserélni. Egyébként 10 éve járok téli gumival, nyilván télen. Korábban jártam már nyári gumival télen, de tehát érzékelhető a különbség. A szezonális cserével a biztonságos téli közlekedés mellett megnöveljük a nyári abroncsok élettartamát is. A téli gumiknál érdemes már 4 mm profil mélység elérésénél új szettet vásárolni. Szombaton idegenben lép pályára a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 6. fordulójában Szegeden vendégszerepel. A hazaiak egy, míg a vendégek 2 meccset nyertek eddig a szezonban. A legutóbbi fordulóban a Szombathely ellen elvesztette hazai veretlenségét a Malsó-Nyíregyháza, amely szombaton Szegeden próbálja meg visszahozni az elhullajtott pontokat. A tiszapartiak eddig egy győzelem mellett 4 vereséget szenvedtek, viszont a tabella élmezőnyébe tartozó csapatoktól kaptak ki Kis Zsolték. Sitko Ernő szakmai igazgató nehézmeccsre számít, amelyen mindenképpen győzelmet vár csapatától. A Szeged természetesen jó csapat. Egy olyan garnitúrát sikerült összekovácsolniuk, akik tapasztalt játékosokból állnak. Egy-két fiatal játékos beilleszkedik, de igazából a tapasztalt játékosok azok, akik viszik a csapatnak a szekerét és tolják a szekerét. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ha mi tudjuk azt a megfontolt, kontrollált játékot játszani, amiket most már egyre hosszabb ideig tudunk használni, akkor mi komoly eséllyel utazunk Szegedre. A játékosoknak azt mondtam, hogy alapvetően én nem is leszek elégedett más eredménnyel, csak a győzelemmel. A 6. fordulóból egy meccset már lejátszottak, azon a Szombathely 78-64-re verte az Zalaegerszeget. A további párosítás Kaposvár-Pécs, Jászberény-Albafehérvár, Atomerőműese Körmend, Sopron-Kecskemét és Szolnok-Mavc. A Szeged Marsó-Nyíregyháza mérkőzés kedden 20 óra 25-től láthatják a Kölcsé Televízió nézői. A labdarúgó NB2 12. fordulójában hazai környezetben lép pályára a Kisvárda Masztergúd. A tabella 6. helyén álló várdaiak a 9. Balmazújvárost fogadják. A mérkőzés szombaton 13 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti pályán. A legutóbbi fordulóban a Sereghajtó Vác otthonában 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda Masztergúd, úgy, hogy a hazaiak a 88. percben egyenlítettek. Révész Attila szakmai igazgató szerint a játékképe alapján nem érdemeltek győzelmet, az viszont pozitívum, hogy úgy tűnik az őszi szezon közepére megtalálták a legerősebbnek mondható csapatot. Ez az alapcsapat az elmúlt 4 mérkőzésen már szinte ugyanazokban a játékosokban lát, most volt egyedül a Seri Tominak a kisebb sérülés, és helyette a Kulcsár szerepelt, aki sajnos nem váltotta be a hozzáfűzett reményeket. Egyébként azok a játékosok kapnak most lehetőséget, akiknek a mentalitásuk lehetővé teszi, illetve 3 fiatal játékos azért mi folyamatosan szerepeltetünk, és ennek az anyagi téren meg is van a jövedelmező haszna. Későbbiek során pedig mondhatom, hogy még inkább meg lesz.
Tulajdonképpen ezek a játékosok viszont most már alanyi jogon is beférnek, mert akik a kispadon ülnek, ugyan nagyobb játékosok papíron, mégis az edzéseken mutatott, illetve a mérkőzéseken mutatott teljesítményük alapján nem tudják maguknak kivívni a helyet. És én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi kezdőcsapat, ez bárki ellen esélyes, ugyanakkor sajnos a mostani NB2-ben bárki ellen ki is kaphat. A Kisvárda a következő három meccsén hazai környezetben lép pályára. A Balmazújváros elleni szombati mérkőzésen a két csapat stílusából kiindulva nyílt sisakos játékot vár a szakember. Kevés az olyan együttes, mint akár a Kisvárda, akár a Balmazújváros, amelyik bátran föltolja a védekezését, az ellenfél tér felén próbál már labdát szerezni, és bizony próbál irányítani, próbál játszani, nem pedig csak az ellenfél hibáira vár, és abból akar támadást szőni. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés, nekünk viszont most hazai pályán nem elég a döntetlen, mindenképpen meg kell ezt nyernünk. Ahhoz, hogy biztos távolságba kerüljünk a kieső zónától, ha bár hatodikok vagyunk, mégis ezt kell, hogy mondjam, ahhoz a következő mérkőzéseken nyernünk kell, és akkor a rengeteg idegenbeli mérkőzés, ami tavasszal vár ránk, akkor talán a stresszmentesebb vívhatom majd meg, illetve akkor talán azt mondhatom, hogy a előttünk lévőkre is fókuszáltunk egy picit. A 12. forduló további párosítása a következő. Budaörs, Siófok, Szigetszent Miklós, Mezőkövesd, Soroksár, Vác, Szeged, Zalaegerszeg, Ajka, Dunóiváros, Gyirmód, Sopron és Csákvár, Szolnok. A Kisvárda Mastergut Balmazújváros mérkőzés szombaton 13 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják az összecsapást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Átlagosan 14,5 percre rövidült az ügyintézési idő a kormányablakokban. A közigazgatás átalakításáról Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszélt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei államigazgatási kollégium ülésén. A miniszter elmondta, a kormány célja, hogy a jövőben a lakosok minél több ügyet otthonról is el tudjanak intézni, ezért 2016-tól bevezetik az úgynevezett digitális aláírást. Több mint 100 fogyatékkal élő fiatal kerül otthonosabb környezetbe, saját lakóegységekbe, a Mérki ápoló-gondozó otthonból. A férőhely kiváltási program 1 milliárd forintból valósult meg, teljes mértékben uniós támogatásból. Az új ellátási forma legfontosabb célja, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal élhessék mindennapjaikat. Több mint 100 000 embert várnak a nyíregyházi temetőkbe Minden Szentek és Halottak napja alkalmából. A temetők hosszított nyitvatartással várják az emlékezőket, reggel 7-től este 8 óráig látogathatók majd a sírkertek. A nagy forgalom miatt fokozott járőrözésre és forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Kölcsey Televízió híradóját látták pénteken, a hétvégén heti hírösszefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, északkelet felől anticiklon erősödik meg térségünk fölött, ennek hatására az ország nagy részén sok napsütés lesz, csapadék nem várható. Éjjel eleinte változóan majd gyengén felhős időre számíthatunk, párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék azonban nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 plusz 2 fok között alakul, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék ekkor sem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 fok körül alakul. A frontok egyelőre elkerülik térségünket, a következő egy hét során döntően anticiklon lesz a meghatározó légköri képződmény. A hétvégén a hajnali párásság, köd megszűnése után jellemzően derült lesz az ég. A jövő hét első felében éjszakánként nagyobb területen képződik köd, amelynek egy része napközben is tartósan megmaradhat, csapadék azonban nem valószínű. A hajnali órákra eleinte csak helyenként, majd többfelé fagypont közelébe süllyed a hőmérséklet, valamint a nappali felmelegedés is gyengül.